Azt mondták, ha már itt állok, akkor az már jó lesz. Úgyhogy várom, hogy jó legyen. A 30-as éveim elején jártam, amikor kirakatrendező és dekoratőrként dolgoztam, és munka után takarítást vállaltam egy idős hölgynél. Ő soha nem szólt hozzám egy árva szót sem, csak megmondta, hogy mit takarítsak. Kivéve egyszer, amikor teljesen szürreális módon elém állt, és felemelte az öreg göcsört a súlyát, és azt mondta, hogy Magdi, el nem hiszed, hogy még mi minden vár rád az életedben. Nehogy azt hitt, hogy ez mindig így lesz. Én meg ott álltam a felmosórongyal a kezembe, és akkor így gondolkodtam, hogy hát tökre jó lenne, nem kéne munka után még takarítanom, mert nagyon-nagyon fárasztó. Ilyen tehetségesen álmodtam szép jövőt magamnak. A mi családunkban égen földön nem volt diplomás ember, én is ezt a hagyományt folytattam. Viszont nagyon szerettünk olvasni, úgyhogy én már 7 éves koromban beiratkoztam a könyvtárba, és szenvedélyes olvasóvá váltam. Imádtam, csodáltam az írókat, és na kislányként én is író akartam lenni. Érdekes módon volt egy kicsi érzékem is hozzá, legalábbis felolvasták minden egyes fogalmazásomat az általános iskolában. Amikor tovább akartam tanulni, 8. után, akkor mivel jól rajzoltam, én azt találtam ki, hogy én képzőművészeti gimnáziumba szeretnék menni. De a szüleim úgy vélték, hogy egy könyvelői állás az sokkal megfelelőbb lenne számomra, úgyhogy betoltak egy közgazdasági szakközépiskolába. Én ott továbbra is folytattam a szenvedélyes olvasást, úgyhogy a jegyeim tovább romlottak. Viszont nagyon nagyszabású dekorációs versenyek voltak. És ezt minden évben a mi osztályunk nyerte meg, mert én közreműködtem ebben. És így jött a gondolat, hogy akkor én kirakatrendező és dekoratőr képző iskolába fogok tovább tanulni. Így is lett, 15 éven keresztül kirakatrendező voltam. Nagyon szerettem, különösen a méterárut, azt olyan jól lehetett szépen csűrni, csavarni. Közben férjhez mentem, született 2 gyerekünk, és viharsebesen el is váltunk. Embert próbáló időszak következett, ekkor volt az, hogy takarítást vállaltam még munka után, meg még lakásokat is tapétáztam, sokszor lábra se tudtam állni az izomláztól utána. Hát az írással mi lett? Semmi. Azt képzeltem, hogy a tehetség az valami olyasmi, hogy az úgy kitör. És akkor hát én vártam, hogy úgy kitörjön, de hát nem történt semmi, és akkor hát szomorú voltam emiatt, hogy akkor én egy fél tehetség vagyok, és milyen jó volt az iskolában, amikor olyan ihletetten tudtam írni, de hát jó van, hát ez van. 15 év után meguntam szeretett hivatásomat. Akkoriban már a könyvtárból, amiket kihordtam könyvet, körülbelül a fele már nem szép irodalom volt, hanem az emberi lélekkel, pszichológiával foglalkozó könyvek. Szívesen lettem volna pszichológus, de 36 évesen úgy gondoltam, hogy már öreg vagyok ahhoz, hogy egyetemre menjek, hát még ha buta is a nyomor útja. Úgyhogy aztán arra gondoltam, hogy de hát legalább jó lenne olyan közegben dolgozni, hogy ahol az emberi lélekkel, hogyha én ott sertepert életnék, az tök jó lenne. Megrendeltem bizonyos önfejlesztő füzeteket, Pszichotim nevű vállalkozástól. Az impresszumban olvastam egy pszichiáternek a nevét, és egy hirtelen ötlettel írtam neki levelet. Rózsaszín borítékban, rózsaszín levél, mert ez volt csak a trafikban. És az volt a levélben, hogy a pszichiáter úrnak biztos nagyon sok a munkája, és bizonyára szüksége lenne egy segítségre. Hát ő válaszolt, hogy milyen jól eltaláltam, valóban szüksége lenne segítségre, menjek be hozzá egy hónap múlva. Nagyon boldog voltam, másnap rendeztem a kirakatot, és gondoltam, hogy
Egy hónap múlva, hát micsoda hülyeség ez? De hogy várok én egy hónapot? És akkor lecsaptam a kalapácsomat, meg a fogómat, felkerestem ezt a pszichiátert, akinek a főállása egy hatalmas intézményben volt. Megtaláltam, bekopogtam, mondtam, hogy egy hónap múlva kellett volna jönni, de az nagyon soká lesz. Úgyhogy itt vagyok én most. Mondta, hogy hát jó, ő tulajdonképpen eltévesztette, ő nem egy hónap múlva akarta, úgyhogy nagyon okos vagyok, hogy eljöttem, foglaljak helyet. És feltett egy csomó kérdést. Megkérdezte, hogy gyors és gép írni tud? Sajnos nem. Nyelveket beszél? Sajnos nem. Ért a számítógéphez? Hát sajnos nem. Annyira elszégyelte magát, hogy nem tud föltenni egy olyan kérdést, amire én igent mondhatnék végre, hogy azt mondta, hogy jó, hát próbáljuk meg. A tréfán kívül, hogy mi volt az oka, hogy felvett, tehát az egyik oka az, hogy nagyon kevés fizetést kértem, mert még volt egy pár butik, amit így rendezhettem. És a másik meg az, hogy ez egy közönséges ügynöki munka volt. A pszichotím kiadott egy relaxációs kazettát, és ennek kellett piacot találni. No, felmondtam a szállásomat, és kezdetét vette valami nagyon új, és valami nagyon nagyszerű. No, eleinte semmi nagyszerű nem volt benne. Telefonunk nekünk nem volt, mobil még nem létezett, én kommunikálni nem tudtam, csak kirakatot rendezni és olvasni. És úgy, ahogy gyereket nevelni. Úgyhogy utcáról, telefonfülkéből dobáltam be a tantuszokat, próbáltam piacot találni a hiper-szuper relaxációs kazettának. Csak hogy már az első köszönésnél belezavarodtam, meg a nevemet már végképp ki se tudtam mondani, ezért leírtam egy papírra, jó napot kívánok, Zinger Magdolna vagyok. És akkor telefonáltam. Egy idő után nagyon rossz volt, hogy utcáról telefonálok, panaszkodtam a főnöknek, hogy hát nincsenek a pszichotímnek egy irodája. Mondta, hogy de, keressen fel a tulajdonostársát, bizonyos Gyurit, és ott lesz egy telefon. Elmentem Gyurihoz. Ez egy lakásnak a személyzeti szobája volt. És valóban volt az íróasztalon ott egy telefon. Emellett hatalmas iratkupacok is voltak. És azt mondja Gyuri, ha már én úgyis ott vagyok, leszek szíves, és nézzem át ezt a sok iratot. Én hazacipeltem, és egész éjjel szortíroztam. Egyharmada kuka, egyharmada ráér, egyharmada sürgős, mert baj lesz. Másnap visszacipeltem, és Gyuri elkezdett diktálni nekem a sürgősekre. Éjszaka gépeltem, mert volt egy helyes kis Erika írógépem ugyanis, csak hát ez még nem a szövegszerkesztő világa volt, úgyhogy ha elrontottam, akkor dobálhattam ki a papírt, kezdhettem előről. Úgyhogy egész éjjel dolgoztam, de reggel szállítottam a hibátlan leveleket. Újra diktált, megbízott telefonokkal. Kis idő múlva kijelentette, hogy ilyen fantasztikus segítsége még soha nem volt. Nem tudta, hogy mekkora áldozattal jár ez számomra. Ekkor volt a rendszerváltás. Gyuri hatalmas, nagyszabású lapkiadói vállalkozásba kezdett. Összehívott néhány újságírót, leültünk körbe, körülbelül 5-6 ember, és be kellett mutatkozni. Hát én annyira rettegtem ettől, hogy mindig kiszaladgáltam, hogy nekem dolgom van, és amikor úgy láttam, hogy na, körbeértek, akkor leültem, és ezt el kell játszanom. Leültem, és Gyuri azt mondta, hogy Magdi, te még nem mutatkoztál be. Én vagyok a Gyuri segítsége. Ez egy hős korszak volt.
az ország életében is, és a mi vállalkozásunkban is. Rengeteget tanultam ez alatt. És hát ahogy a romantikus lányregényekben ez szokás, Gyurival egymásba szerettünk, és összeházasodtunk. Még nincs vége. Nem ez a sztori vége. És hát újabb projektekbe, újabb vállalkozásokba kezdtünk, éjjel-nappal dolgoztunk. Megszületett közös kislányunk, az ő két gyerekem, az én két gyerekem, utána az ötödik közös, úgyhogy én most már innentől három gyereket neveltem. 2,5 éves volt a kislányunk, amikor méhnyakrákot diagnosztizáltak nálam. Egy kiterjesztett műtéttel mentették meg az életemet, és sugárkezelést is kaptam. Ez nekem egy végül is sorsfordító ajándékká vált, mert a kórházban jött az a gondolat, hogy ha felgyógyulok, akkor elmegyek a hospice-ba önkéntes munkát végezni. Korábban is gondoltam rá, de nem tettem meg. Így is történt, elmentem, sok-sok évet töltöttem gyógyíthatatlan betegek mellett, majd elvégeztem Polc Alen és munkatársai által indított gyásztanácsadó képzést, és akkor onnantól körülbelül 10 évig gyászcsoportokat vezettem, szintén önkéntesen még. Örökbe fogadtunk egy kisfiút, 3 naposan, úgyhogy immár 4 gyereket neveltem innentől. És megjelent 42 évesen az első könyvem. De hát hogy? Volt itt egyáltalán egy pillanat szabad idő is? A kórházban írtam egy naplót, de öngyógyítás céljából, semmi más tervem nem volt vele. Amikor kijöttem a kórházból, akkor kinyomtattuk, összefűztük, és odaadtuk a barátainknak. Jöttek a lelkes visszajelzések, hogy hú, ez annyira jó, ezt ki kéne adni. Mi meg gondoltuk a férjemmel, hogy nagyon kedves barátaink vannak. De aztán egy szaktekintély felkarolta, és mégiscsak lett így 42 évesen egy ilyen kis könyvecske, ami megjelent, és ezt követően 10 évig megint semmi, tehát 52 éves koromig nem jelent meg következő könyv. Ekkor egy hospice önkéntesek számára írt kis tanulmány, ami még megjelent utána. A vállalkozásunk hatalmas lendületet vett, rengeteg embert mozgósítottunk. Ehhez aztán kellett szufla, már megint. És tetszett, nem tetszett, színpadra kellett állnom. Hogyha délután 4-kor kerültem sorra, úgy, mint most, akkor reggeltől odáig olyan hevesen vert a szívem, mint hogyha több emeletet felszaladtam volna. De hát azért hozzászoktam valamelyest, elvégeztem néhány a kommunikációs tréninget, és akkor a tagoknak kis workshopot tartottam, meg volt egy saját lapunk, abban már kis cikkeket is írtam. A hospice munkát pedig természetesen nem hagytam abba, azt folyamatosan végeztem tovább is. A hospice volt a szívem csücske. Ez itt egy egészen másfajta tanulás. Amit elsajátítottam az életem során, az itt az az eszenciája, a hospice. Az elmenők ugyanis nagyon nagy tanítók, hogyha hagyjuk, hogy hassanak ránk. Megtanultam azt, hogy félelemből ne tartsam távol magam sem a szenvedéstől, sem a betegségtől, sem a saját félelmeimtől, sem a saját érzéseimtől. Megtanultam lelassulni és a jelenben lenni. Megtanultam azt, hogy ha odaajándékozom magam, akkor sokkal többet kapok, mint amennyit adok. Végre beiratkoztam egy egyetemre is, 46 éves koromra, ugyanis már megfiatalodtam, megokosodtam annyira, hogy azt gondoltam, hogy hát talán képes vagyok elvégezni egy egyetemet és szerezni egy diplomát. Szereztem is az első mellé még 2, tehát a művelődés szervezés után még a Művosz újságíróiskoláját is elvégeztem, meg a SOTÉN mentálhigién és szakemberképzést. És hát emellett persze egy rakás önismereti kurzust is. A férjemmel
az érdeklődésünk a háborítatlan szülés és születés felé fordult. Úgyhogy elkezdtem elmélyedni a perinatális veszteség szakirodalmában, majd interjúkat készítettem olyan édesanyákkal, akik elveszítették a magzatukat vagy újszülött babájukat. Így született meg a harmadik könyvem 52 évesen, Asszonyok álmában síró babák. Az irdatlan sok munka meg családi feladatok mellett kezdtem úgy érezni, hogy én nem a saját életemet élem. Megfeneklett a házasságunk, és válás lett a vége. Ekkoriban látogattam Polc Alent, aki már a halálig tartó végső úton járt. És hát látta, hogy lógatom az orrom, és mindig úgy fogadott, hogy Magdi, most kezdődik az életed. 55 éves voltam ekkor, és mennyire igaza lett, végre rátaláltam önmagamra. De előtte még jött a gyász és a kétségbeesés, hogy miből fogok élni. A két nagyobb gyerek már kirepült, de a két kisebb még csak középiskolás volt, és el nem tudtam képzelni, hogy 55 évesen hol helyezkedjek el, miből tudunk megélni. Felkerestem egy tanácsadót, aki megkérdezte, hogy mi az a munka vagy feladat, ami boldoggá tesz, és amivel én is másokat is boldoggá tudok tenni. És mi mást válaszolhattam volna, mint hogy a gyász területe, ami a hivatásom. Sokkal nehezebb volt ez az újrakezdés, mint a felnőtté válás időszaka. Vitézül küzdöttem az árral, hogy felszínen maradjak. Mostan főztem, takarítottam, elláttam a gyerekeket, segítőbeszélgetéseket csináltam, és válláscsoportokat indítottam. És írtam. 55 éves koromtól napjainkig 15 könyvet. Most írom a 19-et. Hirtelennyében meglódult az életem. Az önkéntes munkámat már nem a hospice-ban, hanem a Napfogyatkozás Egyesületben végeztem, ahol elnökké választottak. A munkatársaimmal az elmúlt 10 évben nagyon nagy eredményeket értünk el. Ahogy kiteljesedtem a hivatásomban, illetve egyre többet tudtam a gyászról, a haláleseti gyászról és a válási gyászról, egyre inkább hívtak előadásokat tartani, és képzéseket, workshopokat, és így az anyagi helyzetem is stabilizálódott. Előtte monomániásan számoltam, akárhol voltam, villamoson ülve, otthon, mindig, hogy miből fizetem ki a csekkeket, hogy lesz, mint lesz. És nagyon jó volt elérkezni oda, hogy akkor most már nem kell aggódnom a jövedelmem miatt. Mostanra már kirepültek a gyerekek, és élvezem a független életemet, az önmagammal levés, egyedül levés örömét, az otthonom csendjét. Az élethosszig tartó tanulás híve vagyok, és kedvelem a kihívásokat is. Például 50 éves koromban leugrottam a bungee jumping toronyról. 53 évesen meg elmentem a Himalájára trekkingelni egyedül. Most 67 éves vagyok, és pár éve zumbázni kezdtem, ami mindennél nagyobb kihívás, mert egész életemben csak botladoztam tánc helyett. Legújabb hobbim meg a zsonglőrködés. Szóval azt mondom, hogy soha nem késő elindulni. Ehhez kívánok szorgalmat, kitartást és főleg bátorságot.